Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják május 28-án, pénteken este 7 órakor. Jöjjenek a főbb hírek egy-egy mondatban. Befejeződött a Margaréta buszforduló kiépítése. Újraindultak a város szökő és ivókútjai. Nemesített útpatka karbantartást végez a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Befejeződött a Margaréta buszforduló kiépítése. A közlekedésfejlesztési projekt mintegy 503 millió forintos uniós és hazai támogatás segítségével valósulhatott meg. Elkészült a Margaréta buszforduló mintegy 503 millió 295 ezer forintos európai uniós és hazai forrásból. A város az összeget topos pályázaton nyerte, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 100%-os támogatást biztosítottak a célra. A komplex fejlesztés keretében 200 méter gyalogkerékpárút épült ki a Károly-Róbert körúton, ami hozzájárult a kerékpáros forgalom biztonságos, összefüggő, a biciklisek úti céljaival összhangba hozott, folyamatos hálózatának létrehozásához. A Károly-Róbert körút a Nyíri út és a 3. Béla körút csomópontjában egy sávú körforgalmat alakítottak ki, amelyen az áthaladást kerékpáros átvezetés teszi lehetővé ezentúl a biciklisek számára. A projekt keretében autóbuszdecentrumot hoztak létre, szociális épület és 3 fedett váró létesült a buszfordulónál. A kiszolgáló épület környezetében 10 férőhelyes B+R parkolót alakítottak ki, további 10 férőhelyes bővítési lehetőséggel. A projekt keretében mély és magas építési munkálatok egyaránt történtek. A fejlesztésnek köszönhetően Kecskemét közlekedése fenntarthatóbb lett. Újraindultak a város szökő és ivókútjai. A Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Szakemberei alapos vizsgálat és tisztítás után folyamatosan helyezik üzembe Kecskemét frissítőhelyeit. Ez 14 szökőkutat, valamint 35 ivó és közkutat jelent a kecskeméti polgárok számára. Elkezdte üzembe helyezni a városi szökőkutakat és ivókutakat a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Kecskemét területén 14 darab szökőkút található, amelyek üzemeltetése, karbantartása a cég feladata. Az időjárási viszonyoktól függően általában április-májusban indítják el a vizet a rendszerekben, amit alapos vizsgálat és tisztítás előz meg. Üzembe helyezés előtt eltávolítják a szökőkutakban felhalmozódott hulladékot és az uszodákban is használt tisztítószerekkel fertőtlenítik. Ha szükséges, javításokat végeznek. A szökőkutakban azonban nem szabad megmártózni a nyári hőségben sem. A kihelyezett jelzések is mutatják, hogy nem ivóvízzel vannak feltöltve. A városüzemeltetés munkatársai kérik a kecskemétieket, hogy hűsítésre a város szerte található ivókutakat használják. Az ivókutakat is tavasztól egészen az őszi téliesítésig hetente tisztítják, fertőtlenítik. A város bármely pontján található kék közkutakból szintén ivóvíz folyik, amely lakossági fogyasztásra alkalmas. A KVÜ összesen 35 darab ivó és közkutat üzemeltet a hűsölni vágyó polgárok részére. A Szélesközben és a Miklóstelepi úton is nemesített útpatka karbantartást végez a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Tegnap a Szélesköz Hetényi úttól a Gallóhegy közig terjedő szakaszon zajlottak a munkálatok. Ma a nemesített útpatka előkészítő munkálatait végezték a Miklóstelepi úton, a Hetényi úttól a felüljáróig, így a jövő héten már a zúzalékot és a frakciós dolomitot is beépítik. A karbantartás a patka elhasználódása miatt volt lényeges. A Kft. Mindenki türelmét kéri, mivel a munkálatok ideje alatt lassabban haladhat a forgalom. Érdemes figyelemmel kísérni a Kecskeméti útinformot, ahol minden friss közlekedési hírt közzétesznek. Kezdetét vette egy rendőrségi plakátkampány Kecskeméten. A város engedélyének köszönhetően 15 busz megállóban lehet találkozni a hatóság figyelemfelhívó hirdetésével. Jelenleg egy közlekedési versenyre invitálják a családokat. Elindította plakátkampányát a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság. Kecskemét város engedélyével és támogatásával 15 busz megállóban találkozhatunk ezekkel a hirdetésekkel. A plakátkampány egy folyamatos akciója lesz a rendőrségnek.
A következő időszakban akár a biztonsági év használatának fontosságára hívjuk föl majd a közlekedők figyelmét, vagy akár az ittas vezetés hátrányaira, és éppen azokra a dolgokra, amik abban az időszakban a legnagyobb veszélyt jelentenek a közlekedőkre. Gondolok itt az ősz időszakban a kerékpáros láthatóság fontosságára, vagy akár a mobiltelefon veszélyére, akár a gyalogosok részéről is. A rendőrség a mostani plakátokkal egy vetélkedőre hívja fel a figyelmet, közlekedik a család címmel. Az egyetlen feltétel, hogy legalább egy gyerek legyen a csapatban. Lesz egy kereszt ismeret, értelemszerűen a felnőtteknek egy B-típusú tesztlap kitöltése, a gyerekeknek az pedig egy kerékpáros közlekedési ismereteket tartalmazó tesztlap lesz, majd ez mellett lesz egy forgalmi, mint egy forgalmi vizsga, egy B-típusú forgalmi vizsga, ahol hivatásos gépjármű oktatók vesznek részt, és ők fogják majd pontozni a családokat, valamint ilyen apróbb, kisebb versenyszámok, mint például gépjármű kerékcsere lesz, meg ügyességi kerékpáros ügyességi pályák lesznek. A kecskeméti verseny a Halasi úton lesz június 12-én, melynek első helyezettje az országos döntőbe jut tovább. Bóbis Attilától azt is megtudtuk, hogy az előző vetélkedőt egy Bács-Kiskun megyei család nyerte meg. A legjobbak idén is több értékes ajándékot vihetnek haza. Nevezni a www.közlekedés.hu oldalon, vagy a verseny kezdete előtt a helyszínen lehet. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett tegnap délután egy mikróbusz az 52-es főúton Sol térségében, az 58-as kilométernél. A solti hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. Teljesen kiégett ez a kis busz tegnap késő délután Soltnál. A járműben utazó munkások szerencsére időben el tudták hagyni az égő buszt, így senki nem sérült meg. A vasídon, ahogy átjöttünk, éreztünk ilyen égett szagot a buszba. Enyhe égett szagot. Gyorsan megálltunk, és akkor elkezdtük keresni, hogy honnan jön ez az égett szag. De már akkor elkezdett égni a motortérni, nem tudjuk, hogy micsoda. Az utasok lapáttal dobálták a földet az autóra, de nem sikerült eloltaniuk a lángokat. Próbáltunk segítséget kérni egy kamionostól. Jött nagy gázzal, megpróbáltuk leinteni, hogy kölcsön vegyük tőle a poroltót, mert akkor a kocsi nem égett volna ki, több mint valószínű, mert nagyon pici lánggal égett még akkor. És ha megállt, akkor nem lett volna ez a baj. És úgy elment szó nélkül, le se lassított, semmi. Végül egy másik kamion állt meg segítséget nyújtani, de akkor már késő volt. A kis busz a lángok martalékává lett. A tüzet a kiérkező solti hivatásos tűzoltók oltották el. Május 31-től 120 ezer szak és felnőtt képzésben résztvevő diáknak is lehetősége lesz arra, hogy rendkívül kedvező feltételekkel vegyen fel hitelt. A Magyar Nemzet azt írta, a Diákhitel Központ által nyújtott vadonatúj képzési hitelek gyakorlatilag valamennyi szakmában elérhetőek lesznek azoknak, akik 3 hónapnál hosszabb ideig tanulnak. Még eddig csak a felsőoktatásban tanuló hallgatók érhették el a piaci kölcsönnél jóval kedvezőbb feltételekkel nyújtott diákhiteleket, most új konstrukciókkal rukkol elő a Diákhitel Központ. A Magyar Nemzet azt írta, a szak és a felnőtt képzésben résztvevő tanulók is igényelhetik a hitelt május 31-től. Az új lehetőség pedig jelentősen hozzájárul majd a munkaerőpiaci mobilitás erősödéséhez. Magyar Péter vezérigazgató azt nyilatkozta a lapnak, hogy a képzési hiteleket a meglévő diákhitelekkel szinte azonos feltételekkel vezetik be a 18 és 55 év közötti korosztálynak. Mindez azért nagy újdonság, mert rengeteg olyan felnőtt van, aki szívesen jelentkezne különböző átképzésekre vagy továbbképzésekre. A vezérigazgató azt mondta, egy most megjelent kutatás szerint a magyarok fele átképezné magát, ha ez szükséges a munkája megtartásához, vagy ahhoz, hogy más területen helyezkedhessen el. További részletek a diákhitel.hu oldalon találhatók. Az első világháborúban elesett hősökről emlékeztek meg ma a Kecskeméti Református temetőben a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság katonái. Gádonyi Sándor őrnagy, a parancsnokság vezetője elmondta, minden évben megemlékeznek az elesett hősökről, hiszen minden május utolsó vasárnapja az ő áldozathozataluk emléknapja.
A Hősök napjának hagyománya a rendszerváltást követően született újjá és kapott új értelmezést. Ma már nem csak az első világháborúban elesett hősökre, hanem minden az országért hősítettet és komoly áldozatot hozó katonára emlékezünk ezen a napon. Zilahi Kálmán temetővezető elmondta, Héjas Mihály Olaszországban elesett katona sírja és egyben a család által a fölé emeltetett emlékmű igazi szomorú mementója a hazáért életét áldozó katonának. A megemlékezés és koszorúzás egyszerű, csendes és tisztelettel teli volt. 23. alkalommal rendezte meg Mozdulj című sportvedélkedőjét ma délelőtt a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége. A rendezvényt az Arborétumban, a kápolna előtti téren tartották. Játékos, ügyességi és erőléti feladatok várták az idei 27 csapatot. Mások életünkben kubikusok leszünk. Nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos a 23. alkalommal megrendezett Mozdulj című sportvetélkedőn, melyet ma tartottak meg az Arborétumban. Az eseményt a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége szervezte. A szervezők nagy meglepetésére és örömére 27 csapat jelentkezett a vetélkedőre. Nagy örömmel tudtuk meg, hogy újra jöhetünk, együtt lehetünk, sportolhatunk, vetélkedhetünk, és egy olyan csoportokkal együtt játszhatunk, akiket egyébként évközben alig-alig látunk. A program egy ünnepélyes megnyitóval kezdődött, melyen Szalókiné, dr. Kis Katalin, a szövetség elnöke, és Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester köszöntötte és bíztatta a résztvevőket. A bemelegítés után a regisztrált versenyzőknek 6 állomáson különböző sportágakban kellett bizonyítaniuk. A mai esemény az olimpiához kötődik, és a 6. állomás az pont egy olimpiai ötkarika, amiben ilyen kis labdákat kell bele dobálni, és aki mind a 3 labdát betalálja, az aranyérmes lesz, aki 2 az ezüst, aki 1 az bronz, és hát a többiek helyezést érnek el. Tehát ezzel fog záródni a Totóba is az olimpia a fő hangsúly, meg hát ugye itt is. Sokan kihívásként tekintenek ezekre a sportnapokra. A versenyzők szeretik kipróbálni és megmérettetni magukat a különböző sportágokban, de az esemény legfontosabb célja mégis a közösségépítés és a mozgás. Időskorban is van igény a mozgásra, az aktív életre, ez mindenféleképpen egy nagyon jó üzenet azoknak is, akik még nem csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz, hogy jöjjenek, csatlakozzanak, hiszen ezek nem olyan feladatok, amit bárki ne tudna megcsinálni. Lényeg az, hogy mindenki érzi azt, hogy szeretne az egészségére tenni, és végre együtt lenni a többiekkel. Egy toppos pályázatnak köszönhetően különböző sporteszközök beszerzésére is van lehetőségük a szervezőknek. A versenyzők különböző labdajátékokban, ügyességi feladatokban bizonyíthatták rátermettségüket. A verseny után a csapatoknak egy totószelvényt is ki kellett tölteniük, amely idén szintén az olimpiához kapcsolódott. A megmérettetés után minden résztvevőt megajándékoztak, az első 3 csapat pedig egy-egy kupában részesült. 11 csapat mérte össze tudását és ügyességét a Kertvárosi Általános Iskolában egy 6 természetvédelmi vetőkedőn. A felső tagozatosok játszva ismerkedhettek meg a Kiskunsági Nemzeti Park területén élő növényekkel és állatokkal. A verseny fődíja egy dupla kirándulás volt a szerbiai Topolyára és a tőserdei Konyvirág erdei iskolába. Tápláléklánc piramis, óriás kirakó és ügyességi játék, ezekkel kellett megküzdeniük a Kertvárosi Általános Iskola felső tagozatosainak egy 6 izgalmas természetvédelmi vetélkedőn. A megmérettetést a Természetvédelem Határok Nélkül című pályázatnak köszönhetően szervezhették meg a Kiskunsági Nemzeti Park segítségével. Nyilván egy kis háttértudást igényel, de az is boldogulni fog a feladatokkal, akiknél nincs ekkora háttér, tananyag, tudás, hiszen úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy minden tudnivaló rajta lesz a tájékoztatón, és tulajdonképpen egy kis szövegértés segítségével kiválóan értelmezhetőek és megoldhatóak ezek a játékos tanulós feladatok. A kertvárosi iskolában egyébként nagy hagyománya van a természetismereti programoknak, minden évben szerveznek egy 3 hetes ökoprojektet, így az idejáró gyerekek nem csak a sok zöld felület, hanem a játékos programok miatt is elsajátítják a természetvédelem legfontosabb tudnivalóit. Már korán érzett már. Jó, ezt így elfogadjuk, a madárma megvan.
A versenyen 11 darab 5 fős csapat indult el, hogy a menetlevelükben minél több pontot gyűjtsenek, a vetélkedő utazásos fődíját sok tanuló szerette volna megnyerni. Nagyon szeretnénk, mivel nagyon érdekel minket a természet, meg már voltunk is ilyen táborba, vagyis nem pont ilyenben, hanem másfélében, de a hangulat és a stílusa ugyanilyen volt, és minket nagyon motivál az, hogy bejussunk. Nekem őszintén nagyon tetszik ez a vetélkedő, meg ez az utazás is nagyon mindenkit felpezsdít arra, hogy többet foglalkozzanak a természet védelmében. A fődíj két részből áll, ráadásul mindkettő utazást jelent a nyertes csapat számára. 12-én mehetünk június 12-én Topolyára, ott is a rendezvény a projekt kapcsán szerveznek egy hasonló karibelű vetélkedőt, és az itteni nyertes csapat, iskolánk nyertes csapata ki fog utazni június 12-én Topolyára, és ott is lesz egy hasonló karakterű játékos vetélkedő. Hát az már tulajdonképpen jutalom mind a két iskola részéről a nyertes ötfős csapatnak. Ezt követően pedig a Nemzeti Park Konyhvirág erdei iskolájában háromnapos tanulmányi kiránduláson is részt vehet a hazai és a határon túli csapat. A fődíjat végül a Zsíros B. Ödön nevet viselő csapat nyerte meg, ők képviselik majd az iskolát a szerbiai vetélkedőn. 8 helyszínen várják izgalmas kalandok Kecskeméten a gyerekeket és védettségi igazolványa rendelkező szüleiket május 30-án vasárnap. A Hírös Agóra szervezésében a gyereknapon elkoborolt rókakölykeket gyűjthetnek a kicsik, sok-sok móka és játék közben. A Ciroka Bábszínház pedig vendégelőadással és különleges meglepetésekkel készül az alkalomra. Rókakereső játékra invitálja a gyerekeket a Hírös Agóra május 30-án vasárnap. A gyereknap alkalmából 7 helyszín meglátogatásával kell összeterelni a Róka család elkóborolt kicsinyeit. Pontgyűjtő füzetbe kerülhetnek a ravaszdi kölykök, a résztvevő gyerekek pedig belépőt nyerhetnek az intézmény nyári családi programjaira. A helyszínekről bővebben a hírosagora.hu, valamint a híros.hu oldalakon olvashatnak. Mindemellett a Ciroka Bábszínház is készül a gyereknapra. Vasárnap délelőtt 10:30-tól Keresztes Nagy Árpád, Krisztus Urunk és a Furulya című vendégelőadását lehet megtekinteni a Bábszínház udvarán. Rossz idő esetén a programot a kis teremben tartják meg. Az érvényben lévő szabályoknak megfelelően felnőtt nézőiktől védettségi igazolványt kérnek, ami a személyi igazolvánnyal együtt érvényes. 6 éves kor felett kérik a maszk használatát, az udvaron kialakított nézőtéren pedig az ültetés távolságtartással történik. Holnap indul első hivatalos útjára a Sihuhu névre keresztelt kecskeméti városnéző kisvonat. A járatok a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház mellől indulnak, és egy 35 perces körút után ugyanide térnek vissza. A jegyeket is itt lehet majd megváltani. A vonat a Kiskorútról lekanyarodik a palotáiról híres Rákóczi útra, majd tovább halad a vasútállomás épületéhez és a parkhoz, majd visszakanyarodva megkerüli azt. Ezután visszatér a Kiskorútra, és egészen a Kosárlabda Akadémia épületéig, vagyis a régi uszodáig viszi utasait. Végül az ottani körforgalomban visszakanyarodik a belváros felé. A meneteket megállóhelyek nélkül tervezi Sóberné Poják Ilona, a kisvonat megálmodója. A színház előtti területen már tábla is jelzi az autósoknak, hogy fenn kell tartani a helyet a 11 méteres szerelvénynek. Azt is megtudtuk, hogy a masinista kalapot Sóberné egy tesztjáraton utazótól kapta ajándékba, hogy teljes legyen a vonatos hatás. A kisvonat elindulásáról és az utazási élményekről bővebb összeállítást láthatnak a híradót követően kiemelő magazinunkban. Május 30-án vasárnap és 31-én hétfőn este 8 órakor sugározza a Gogol közkedvelt klasszikusából készült tévéjátékot, a Revizort a Kecskeméti Televízió. Az adás online is követhető a kecskemétitv.hu oldalon, valamint a híros.hu hírportálon, a KTV élőadásra kattintva. Május 30-án vasárnap és 31-én hétfőn este 8 órától a Kecskeméti Televízió sugározza a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Gogol a Revizor című előadásának televíziós adaptációját.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő támogatásával létrejött tévéjáték egy pályázatnak köszönhetően a televízió és a színház együttműködéséből valósulhatott meg. Az alkotás elkészítésében közel 60 fő vett részt. A március 3-án és 4-én lezajlott színházi munkáról egy verkfilm is készült. A Kecskeméti Televízió adása online is követhető, így vasárnap is hétfőn a KTV weboldalán, valamint a híres.hu hírportálon, a KTV élőadásra kattintva a számítógépek képernyőjén is látható lesz az előadás. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Befejeződött a Margaréta buszforduló kiépítése. A közlekedésfejlesztési projekt mintegy 503 millió forintos uniós és hazai támogatás segítségével valósulhatott meg. Újraindultak a város szökő és ivókútjai. A Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Szakemberei alapos vizsgálat és tisztítás után folyamatosan helyezik üzembe Kecskemét frissítő helyeit. A széles közben és a Miklóstelepi úton is nemesített útpatka karbantartást végez a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Kezdetét vette egy rendőrségi plakátkampány Kecskeméten. A város engedélyének köszönhetően 15 buszmegállóban lehet találkozni a hatóság figyelemfelhívó hirdetésével. Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk Kiemelő című magazinműsorunkkal, melyben vendégünk lesz Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az Erdő alapítvány elnöke, akivel a három régiót felülelő művészeti és ökológiai fesztivál kapcsán beszélgetünk. Ezt követően megnézhetik összeállításunkat a holnap induló Városnéző kisvonatról, majd megmutatjuk Sirkó László színművész rózsakertjét. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk majd Önöket, ha tehetik, tartsanak akkor is a Kecskeméti Televízióval. Köszönöm, hogy ma velünk voltak, nagyon szép hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra! Szombaton a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Elszórtan alakulhat ki zápor, néhol zivatar. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Vasárnap több órára is kisüthet a nap, elszórtan alakul ki záporeső. Az északnyugati északi szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban 5-12, a legmelegebb délutáni órákban 15-21 fok lesz a jellemző. Hétfőn többnyire erősen felhős időre van kilátás, szorványosan záporesővel, helyenként zivatarral. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérik élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.